Naponta több mint 1 millióan fertőződnek meg nemi úton terjedő betegségekkel. A következmények súlyosak, sok esetben halálosak, és nem csak a beteget sújthatják. A fertőzések miatt méhen kívüli terhesség, halva születés és meddőség is kialakulhat. Szerte a nagyvilágban a fiatalok jó részt magukra maradnak a kamaszkor zűrzavaros időszakában, az alapvető tények ismeretének hiánya saját testükkel és jogaikkal kapcsolatban. Emiatt ki vannak téve az erőszaknak, a nemi úton terjedő betegségeknek és az egészségtelenül korai terhességnek. Ezekkel szemben a leginkább a szegénységben és nyomorban élők a legveszélyeztetettebbek. Noha a családtervezés, vagyis a fogamzásgátlás 1968 óta emberi jognak számít, a teherbeesések közel fele a párok által nem kívánt. A világon több mint 200 millió olyan termékenykorú nő él, aki szeretne családtervezést, de nem jut hozzá a modern, hatékony fogamzásgátlási lehetőségekhez. Ennek egyik súlyos következménye a tinédzserkori terhesség. Ez nem csak az anya, de a gyermek számára is súlyos egészségügyi kockázatot jelent. Gyakoribb a koraszülés, az alacsonyabb születési súly és a magzati halálozás aránya. A tinédzser anyák jelentős része kimarad az iskolából, kimaradnak számára a fiatalkori élmények, valamint rosszabb lehetőségekkel indulnak az életben és a munkaerőpiacon. A hátrányos helyzet szinte hozza magával azt a súlyos következményt is, hogy a leányanyák gyakrabban kerülnek bántalmazó kapcsolatba, és anyagilag is ellehetetlenülnek. A tinédzser anyák gyermekei pedig anyagi és érzelmi téren is súlyos, legtöbbször behozhatatlan hátránnyal indulnak az életben. Az abortuszok miatt pedig később sok nőnek nem lehet gyermeke, ami sok fájdalmat okoz és számtalan életet tönkretesz. Megdöbbentő, hogy a tudatlanság milyen hihetetlen károkat tud okozni, amik megelőzhetők lennének felvilágosítással. A nem kívánt terhességek és szülések a komoly egészségügyi kiadásokon, mentális betegségeken és függőségeken kívül globális szinten is problémákat okoznak. Többek között növekvő élelmiszerárakat, éhezést, bűnözést és általános ökológiai túlterhelést, ami idővel civilizációs összeomlást eredményez, ha csak nem érjük el újra a fenntarthatóságot. Az ökológiai túlterhelés egyik megnyilvánulása a klímaválság súlyosbodása, melynek negatív hatásaival szemben leginkább a szegénységben és nyomorban élők vannak a legjobban kitéve. Ezeken kíván változtatni mobil alkalmazásunk, a Levin for Light. Szeretnénk, ha minél több gyermek mondhatná el a világon, szeretőbb s felkészültebb szülőket, jobb korcs, melegebb otthont nem is kívánhattam volna. A fogamzásgátlási lehetőség hiánya ugyanis nem csak az eszközök hiányát jelenti, hanem azt is, hogy nem jutnak hozzá a megfelelő tudáshoz. Mert mit sem ér az eszköz, ha valaki nem tudja használni, vagy elbizonytalanítják a mellékhatásokról keringő hamis rémtörténetek. A mai modern technológiáknak köszönhetően úgy gondoljuk, hogy a leghatékonyabb közlési forma egy olyan mobil alkalmazás, ami hiteles információkat tartalmaz. Az alkalmazás ingyenesen és regisztráció nélkül letölthető lesz, ugyanis azért készült, hogy segítséget nyújtson minden szexuális egészségre vonatkozó és párkapcsolati kérdésben. Hasznos tanácsokat, hiteles információkat ad a szexuális együttlétre, az azelőtti és az azutáni időre, hogy lehet elkerülni a fiatalokra leselkedő veszélyeket és betegségeket. Ezekre többnyire mindig van megoldás, ám a legjobb megoldás a megelőzés. Az alkalmazás sok fontos témát érint, mint például az intim higiéniát, vagy az önvizsgálat megtanulását. Kitér továbbá az anatómiára, a védekezési módszerekre és az interneten keringő veszélyes tévhitekre, mindezt képekkel illusztrálva és részletesen elmagyarázva. A Love Info Light a korábban említett humanitárius, egészségügyi és ökológiai problémákra nyújt megoldást közérthető nyelven. A Magyarországon már bizonyított, nagy sikerű Love Info mobil alkalmazást szeretnénk mind többek számára elérhetővé tenni. Terveink szerint először angolul jelenik meg, majd a 10 legtöbbek által beszélt nyelven. Képzeld el, hogy a világon minden fiatalhoz eljut ez az app, aminél drasztikusan visszaesik a nemi betegségek és a tinédzserkori terhességek felé fordulása. Tegyük együtt jobbá a világot!